Martin sikerült 3-0-es győzelmet aratnunk a Kozár Mislanyot otthonában. Milyen volt belőle ez a találkozó, mennyire volt nehéz dolgotok? Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, hiszen a talán nem volt teljesen megfelelő. Tudtuk, hogy, hogy brusztolnunk kell, és bele kell állnunk ebbe a meccsbe keményen, és, és dolgozni kell, mert annak meg lesz a gyümölcse. Szerencsére így is lett. Mennyire volt fontos az első gól ezen a találkozón, hiszen jól kezdte a mérkőzést a hazai csapat? Nagyon fontos egy ilyen találkozón, hogy, hogy az első gólt megszerezzük, hiszen akkor kiebb tudnak jönni, és utána ö, több helyünk van előrefele esetleg a második, harmadik gólt is megszerezni. Saját teljesítményeddel mennyire volt -e elégedett? Ugye picit több ideje már nem voltál a kezdőcsapat tagja. Igen, úgy gondolom, hogy ahhoz képest, hogy rég nem játszottam, ahhoz képest jó teljesítményt nyújtottam. Próbáltam oda tenni magam százszázalékosan, és úgy gondolom, hogy ez sikerült. Te hogy érzed, az minek köszönhető, hogy jóval stabilabbnak tűnik most a csapat, mint az őszi szezonban? Sokat beszéltünk a védekezésről, és készültünk, és, és nagyon, nagyon sok videó erre, erre alapul, hogy, hogy a védekezést jól szervezzük meg, és, és egyelőre ezt nagyon jól csináljuk. Jövő hétvégén igazi rangadóra kerül sor, hiszen a DVT-ket fogadjuk. Hogy érzed, mekkora önbizalmat adhat a csapatnak az, hogy most ilyen jó sorozatban vagyunk, és hogy még tavasszal nem is kaptunk gólt? Hát úgy gondolom, hogy ez egy jó alap. Ugyanúgy ki kell vinni ezt a, ezt a harciasságot és a küzdelmet a Diós Győr ellen, és, és ott úgy gondolom, hogy játékkal is párosulni fog.